Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, és a Samsung Galaxy Grand Prime Value Edition készüléken az AnTuTut fogjuk most lefuttatni. Először nézzük meg a készülék rendszer infóit. 1 GB RAM-mal rendelkezik ez a középkategóriás készülék, amiből nem olyan sok, 382 MB érhető el pillanatnyilag szabadon. A 8 GB háttértárból olyan 4,5 GB, ami szabadon hozzáférhető első bekapcsolást követően, illetve természetesen lehetőségünk van microSD kártyával bővíteni. A telefon a kevésbé ismert Marvel PX1908-as processzort tartalmazza, ez egy Cortex A53-as magokra épülő 64 bites quad-core processzor, amint látható 624 és 1248 MHz közötti órajelen tud ketyegni a 4 mag, valamint a Vivante GC7000UL grafikus gyorsítónk van, ami az 5-szolos 540x960 pixeles QHD kijelzőt hajtja meg, illetve amint látható, mindösszesen 2 érintést támogató multitouch érintő panele van ennek a telefonnak. A hátlapi kameránk 8 megapixeles vakuval, előlapra 5 megapixeles szenzor került, Android 5.1.1 Lollipopot futtat a készülék, van NFC beépítve, 802.11 ABGN Wi-Fi, illetve relatív sok szenzor kerül bele, bár például fényérzékelő az kimaradt, amit sajnálhatunk. Ha elindítom a tesztet, akkor az AnTuTu teszteli majd a hardware komponenseket különböző módozatokban, így megtudhatjuk azt, hogy milyen natív teljesítményre képes a készülék. Maga a Grand Prime kívülről egyszerű, kicsit hosszúkás készüléknek tűnik, hogy a oldalsó keret nem olyan széles, alul-felül pedig egy picit talán magas, ezáltal tűnik olyan hosszúkásnak a készülék. Egyszerű fehér hátlapunk van, ami pozitívum lehet, az az 5 megapixeles előlapi kamera, amely manapság viszonylag népszerűnek mondható, hiszen elég sokan készítenek selfie felvételeket. A készülék képességeit tekintve a kijelző az viszonylag szép, még az 540x960 pixel ellenére is, talán nyilván esetleg segítene a készülék jobb képminőségén, ha magasabb volna a felbontás, de a betekintési szögek egészen korrektek. A 4 magos processzor papíron jól hangzik, viszont a Cortex A53-as architektúra nem ad túl nagy teljesítményt, illetve maga a Marvel csipje, a Vivante grafikus gyorsítója sem mondható nagyon elterjedtnek, ami egyébként támogatási szempontból jelenthet esetleg problémák majd, ami azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy bizonyos játékok például nem támogatják majd teljes egészében a grafikus gyorsítót, ez megjelenítési problémákat is okozhat egyes esetekben. Bár nyilván a Samsung dolgozik azon, hogy minél kevesebb ilyen probléma legyen, hiszen a középkategóriás készülék lévén viszonylag sok felhasználóhoz elérhet a Grand Prime Value Edition kiadása. Az 1 GB RAM az egyáltalán nem mondható soknak, főleg az Android 5.1 Lollipop alatt. Igazából sokkal többre volna szükség ahhoz, hogy például az alkalmazások kiemelten jól fussanak, viszont egyelőre a Samsung továbbra sem akarja jobban nyomni a memória használatot. Nyilván azért sem, mert ennek viszonylag költségei vannak, illetve még nehezebb volna elkülöníteni egyébként egy széles termékportfóliót. Elindult időközben a grafikus teszt, itt megnézhetjük, hogy a Vivante grafikus gyorsítója hogyan teljesít. 2D-ben nyilván itt még nincs különösebb probléma, de hát ez ma már természetesnek mondható. Viszont láthatjuk azt, hogy a QHD felbontás ellenére is 10 fps alatti képernyő frissítési számot produkál, és közelebb van igazából az 5 fps-hez, mint a 10-hez. A képfrissítés száma, ami rendkívül alacsony, főleg úgy, hogy a felbontás sem nagy, tehát ez a 540x960 pixel, ez inkább alacsony felbontás, mint sem átlagos vagy nagy. Úgyhogy sajnos ez túl sok jót igazából nem ígér összességében, hogyha nézzük a készülék teljesítményét. Le is futott a teszt, 22.730 pontot kapott a készülék, ez igazából a középkategória alján elegendő, csak amint látható, több mint kétszer ennyit szereztek a tavalyi csúcsmodellek is, illetve már az idei középkategóriás modellek is lenyomják ezt, mint például a Moto X Style készülék. Ez volt tehát a Samsung Galaxy Grand Prime Value Edition okostelefon AnTuTu benchmark tesztje. Kövessétek továbbra is a Tech2-t, sziasztok!